Nekem tiszta lelkiismeretem, bármit előtárhatnak a múltamból, Magyarországon bármilyen mocskot el lehet adni, aminek hírértéke van és pénz jár érte. Mi igaz azokból a vélt vagy valós információkból, amiket a riposzt.hu cikke felhoz ellened? Ugye nagyon sokszor próbáltam azt hangsúlyozni, ugye a Facebook oldalon, amikor megjelent ez a cikk, utána én kiadtam egy közleményt, hogy nem kívánok médiának nyilatkozni, de úgy gondolom, hogy ez tovább gyűrűzött ez a probléma, és mikor ez a cikk megjelent, akkor személyemben támadtak egy olyan Facebook csoportot, ami egész nyáron kim volt a menekültekkel. Beszéljünk elsőnek az első cikkben leírtakról, hogy én bűnöző vagyok, bűnözői életvitelt folytatok, és hogy én büntetett előéletű vagyok. Igen, 2004-ben kaptam egy ítéletet, amit úgy gondolok, hogy le is ültem tisztességgel, vagyis 2004-től volt egy eljárás, kaptam egy ítéletet, leültem tisztességgel, úgy gondolom, hogy az állam fele, a családom fele lerottam mindenfajta olyan tartozást, ami ezzel járt. Igen, voltak ebben az ügyben károsultak, igen, voltak, mi is károsultak voltunk benne. Én 19 éves voltam, mikor ez az egész ügy kezdődött. Nekem úgymond a fiatalságom, a fiatal éveim mentek arra rá, hogy bizonyítsam azt, hogy ebben mennyire voltam jogosan, vagy mennyire voltam jogosan elítélve, vagy nem jogosan elítélve. Egész nyáron, ugye amióta kezdődött a médiában az, hogy én szerepeljek, holott én nem szerettem volna, csak mivel én voltam kint a keletibe kezdetektől, és volt, hogy tolmácsoltam különböző tévécsatornáknak, mikor szükség volt arra, hogy meghallgassák az ideérkező menekülteket, hogy miért is jönnek, onnantól kezdve az én arcom belekerült a médiába. Én nem kerestem a médiának se a figyelmét, nem kerestem, se sztár nem szerettem volna lenni, és nem is vagyok. Én egy segíteni mentem ki, és segíteni is tudtunk, és segíteni is tudunk a mai napig azokon az embereken, akik kérik. Nekem is van egy múltam, én azt a múltat lezártam, nem élek bűnözői életvitelt, nem folytatok semmifajta bűncselekményt. Ez a cikkben leírtakban, ez egy összeszedett lejárató koholmány, meg se kérdeztek a valóság alapjáról, az, hogy mit írnak bennem, azt mindenki döntse magában, hogy az mennyire valós, vagy mennyire nem valós. Én elmondtam, igen, akik a közelünkben voltak, és akik ugye együtt dolgoztunk, soha nem kérdeztük meg, mivel még egyszer kihangsúlyozom, ez egy Facebook csoport, bárki oda jöhetett segíteni, voltak olyanok, akinek szintén büntető ügye volt, és oda jött segíteni, mert úgy gondolta, hogy szükség van arra az ő munkájára, hogy segítsen. Jelenleg van ellened folyamatban lévő eljárás? Igen, van ellenem egy folyamatban lévő eljárás, amiben nem a menekült kérdésről van szó, semmi köze nincs a menekült kérdéshez, és mivel folyamatban lévő ügyről van szó, és ott több gyanúsított van, ezért abból az ügyből én nem nyilatkozhatok. Természetesen, ha azt az ügyet lezárják, nyilvánosság elé fogjuk tárni azt a vádiratot, ha lesz vádirat és megszületik, de mivel még vádirat sincsen, és vádlottként sem szerepelek ebben az ügyben, csak meghallgatások történtek, kihallgatások történtek, ezért én úgy gondolom, hogy addig nem vagyok többszörösen elítélt bűnöző, és nem vagyok, ahogy a szóvivő úr is fogalmazott, többszörösen visszaeső egyén, hanem nekem ez az egyetlen egy ügyem volt, azóta semmifajta ügyem, semmifajta eljárás nem indult ellenem, nem kerestek rendőrök, nem voltam semmilyen körözési listán, mint ezt utána lehet nézni, hogy ugye nem voltam körözési listán, volt egy
eset, ahol előállítottak, nem a keletiből állítottak elő, előállítottak, ott elmondták nekem azt, hogy mikor engem előállítottak, hogy hát engem az ügyészség megkeresett, és utána ez meg is szűnt, ez a akkor, mikor előállítottak. Megszűnt akkor az az eljárás, ami miatt engem ugye előállítottak, az volt, hogy egy menekült fiút hazavittünk, aki sérült volt, és akkor még jogilag nem volt tisztázva, hogy hazavihetjük, nem vihetjük haza, hazavihetjük, nem vihetjük haza, ugye arra az időszakra, amíg a papírjai érvényesek voltak, a doktornő ellátta a sebeit, és másnap tovább is utazott a táborba. A mellettünk lévő szomszéd kihívta a rendőröket, és a rendőrségen előállítottak. Ennyi történt. Semmifajta körözés nem volt, nem is folyik ellenem semmi, nem is, nincs is jelenleg az, hogy körözést adtak ki ellenem, meg nincs is körözés, mert folyamatosan a rendőrséggel együtt dolgoztunk kint a keletiben. Folyamatosan a rendőrséggel kapcsolatban voltunk telefonon, nyilvánvalóan tudták az adataimat, tudták a nevemet, többször leigazoltak a keletiben, mikor kint voltunk, hogy mégis én mit keresek ott. Valótlan állítások szerepelnek a 3 nappal ezelőtti cikkben, meg a mai cikkben is. Az önkéntesek között köztudomású volt, hogy néhányan a saját lakásukon fogadnak menekülteket éjszakára, többnyire kisgyerekes családokat, vagy fiatalkorú fiúkat, lányokat. Te is fogadtál a lakásodon menekülteket. Kértél-e ellenszolgáltatást a vendéglátásért cserébe? Ugye akik hozzám szállásért helyeztük el, azok vagy olyan anya volt, aki a keletibe szült, és egy nap után kirakták a kórházba, és nem tudott elindulni a táborba, és én mondtam, hogy akkor jöjjön el hozzánk, és pihenje ki magát, és fürödjön meg, és lássa a gyereket, mert egy utcakövén nem lehet egy újszülöttet ellátni. Vagy olyan fiatalkorú volt, aki megszökött fótól, és amíg nem tudtuk ugye fótot értesíteni, hogy ugye nálunk van a gyermek, és ugye szükséges az, hogy a gyermeki védelem, egy 14 éves vagy 13 éves gyerek nem lehet utcán. Igen, volt ilyen eset, soha nem fogadtam el ellenszolgáltatást, hogy egyetlen önkéntes se fogadott el ellenszolgáltatást, hogy bármifajta ékszert, drágakövet, semmilyen anyagi szolgáltatás, vagy anyagi juttatásban nem részesítettek minket azért, mert segítettünk, sem azért, mert ételt adtunk, sem azért, mert kabátot, vagy zoknit, vagy bármit, mivel nyilvánvalóan ezeket adományokba kaptuk, mi adományként osztottuk szét. Azt nagyon fontos tudni, hogy a keleti pályaudvarnak több önkéntese volt, mindenkinek megvolt a feladata. Aki odajött a keletibe, nyilvánvalóan a tudásához megfelelő feladatot kapott. Aki tolmácsolni tudott, az tolmácsolt. Aki egészségügyi végzettséggel rendelkezett, az egészségügyi ellátást tudott adni a menekülteknek. Az én esetemben, mivel én beszélem az arab nyelvet, én tolmácsoltam több esetben a rendőrségnek, mikor vagy előállításról volt szó, vagy vonatról kellett ugye segíteni le az embereket, és ugye koordináltuk az ételosztást. Azt szeretném még kihangsúlyozni, hogy a Migration Aid-nek én nem vagyok november óta a tagja. De a Migration Aid-nek több testvér szervezete van, ez is Facebook csoportok, mint a Migration, vagy a Migration Aid, ez egy Facebook csoport. És a Facebook csoportként, mi civil emberekként vettünk részt ebben az egész folyamatban, és civil emberekként álltunk ki olyan emberekért, akik rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak. Soha nem volt az bennünk, hogy mi bármilyen szervezethez tartozzunk, vagy bármilyen politikai célokat, vagy politikai célokra használjuk fel ezt a fajta hírnevet, vagy ezt a fajta segítséget. Azt mondtad, hogy nem kértél ellenszolgáltatást az lakásodon tartózkodó menekültektől, viszont ők önként ajánlottak fel neked bármit, aranyékszert, pénzt, eurót, forintot, bármit, ami a birtokukban? Ugye tisztázzuk azt, hogy ugye ebbe az újságcikkbe, aminek én úgy gondolom, hogy ez az újságcikk, ez egy lejárató kampányt indított ellenem, mert hogy folyamatosan ugye a médiában szerepelten önhibában kívül.
menekültekről beszélünk, és én kifejezetten ugye én arab tolmács vagyok, én arabul tudok beszélni, az újságcikkben ugye az jelent meg, hogy én kiválóan beszélem a farsi nyelvet, nem tudom a farsi nyelvet, nem tudok farsi nyelven kommunikálni. Akik hozzánk érkeztek, szír menekültek, sok embernek cipője nem volt, sok embernek zoknia nem volt, nemhogy aranyékszereket adott volna bármiért, és ha lett volna aranyékszere, nyilvánvalóan a gyerekének élelmiszert vesz belőle, vagy a gyerekének nyilvánvalóan ruhát vesz, mert volt olyan, hogy csak egy plétbe csavarva érkezett ide a gyerek, mert a szerb hatóságok vagy a bulgár hatóságok kifosztották őket. Soha... Voltak jó módú menekültek is a... Nyilvánvalóan, de azok nem a keleti pályaudvaron éjszakáztak, hanem hotelbe, nem tudom, de ők nem is tartózkodtak a keleti tranzitzóna területén. A Facebook oldalad nyilvános, mi ismerősök is vagyunk. Így van. Ezen a közösségi portálon. Az utóbbi időben sokat posztoltál aranyékszereket, amelyeket eladásra kínál valaki, vagy valamilyen bolt, vagy áruház. Van ezekhez valamilyen közöd, és ezeknek az aranyékszereknek van köze a menekültekhez? Ugye nagyon fontos az, hogy ugye ez egy segítő munka. Minden embernek van egy polgári foglalkozása. Mint nagyon sok esetben ugye lenyilatkoztam azt, hogy a családom és a kinti barátok, akik kint vannak, támogattak minket anyagilag, hogy tudjunk főzni, tudjunk segíteni, tudjunk bármiben részt venni, hogy minél több embernek tudjunk hatékonyabban része lenni az életének. És ugye a Facebook oldalamról vett anyagból próbáltak kreálni egy olyat, hogyha végigolvasná, és ugye azt, aki ezt a cikket szerkesztette több esetben, végigolvasná a posztokat. Első esetben ugye az első dolog, ami nagyon fontos, ő megnevezte azt, hogy a baba néven, hogy a babának nem is az a neve. Nyilvános a Facebook profilom, meg lehet nézni, hogy Tóth Csabaként vagyok feltüntetve. Soha nem volt, ott vannak az adataim, ott van az, hogy hol születtem, minden ott van. Visszatérve ugye a kérdésedre az aranyékszerekkel, ha végigolvasta volna az újság szerkesztője azt, hogy az újságírója azt, hogy mi van a képek alá írva, akkor nagyon jól láthatja, hogy aranyozott ékszerekről beszélünk, amit Törökországból egy cég szeretne hozni Magyarországra, és egy üzletet szeretne nyitni Magyarországon, és ennek a képviseletére kértek föl. Magyarul ezek az ékszerek nem aranyékszerek, hanem bizsuk. Csak mélyen vannak aranyozva, és azért, mert rengeteg olyan migráns érkezett Magyarországra, akinek fontos lenne, hogy korán medált hordjon, vagy a felesége hordja a korán medált, vagy olyan tárgyakra, ami ugye az ő vallásához tartozik, szükség lenne. Én úgy gondolom, mivel üzletember vagyok, nem bűnöző, ez egyfajta kereseti forrás lett volna, de mivel ebből a média csinált egyfajta lejárató kampányt, én nem kívánok azzal a hálózattal semmifajta kapcsolatot részesíteni, nem kívánok az ő üzletükben dolgozni. Mivel ha én most elkezdenék dolgozni ebben az üzletben, holnap ez az újság lehozná azt, hogy igenis igazunk volt, mert a baba a menekültektől elszedett aranyékszereket árulja. Több esetben látszik az, utána lehet nézni a internetes oldalon, a legnagyobb videó megosztó portálon is, hogy érkeznek a menekültek ide Magyarországra. Szakadtan, ruha nélkül, cipő nélkül, éhesen. Biztos, hogy nem az utolsó aranyait nekem fogja odaadni hálából, vagy nekem fogja odaadni azért, mert én adtam neki egy paprikás szendvicset. Ez valótlan. Hogyan segítetted még a menekülteket? Ugye, mivel hogy én tudok az anyanyelvükön beszélni, több esetben volt az, hogy a rendőrség keresett meg telefonon, több esetben volt az, hogy maga a készenléti rendőrségnek a vezetője keresett meg telefonon, hogy menjek be segíteni, tolmácsolni, mikor együtt voltunk egy előállításnál is, amikor 120 embert állítottak elő, akkor is tolmácsként vettem részt. Én végig megpróbáltam a hatóságokkal úgy együttműködni, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsünk a menekültek és a
hatóságok között. Azt tudni kell, hogy az ideérkező menekültek nagy része a hatóságok miatt nem nagyon bízik. És hogy jött egy ember, aki tudott az ő anyanyelvükön, és nem működjön együtt tartosságok, és együtt is működött, vagy a rendőrség megkért minket, hogy a vonatról szedjük le az embereket, hogy illegálisan tartózkodtak a vonaton, mert nem hagyhatták el Magyarországot a papírokkal. Akkor mi fölmentük, és ugye megkértük őket, hogy hagyják el a vonatot, mert hogy a rendőrség nem tudott tolmácsot biztosítani nekik, mi mentünk oda, mi jártunk el, a hatóságok elkérték a papírokat, mi elmondtuk, hogy nyugodjanak meg, csak ez egy rutin eljárás, és hogy a zóna területén kell tartózkodni. Semmi fajta anyagi szolgáltatást semmilyen párttól, semmilyen szervezettől, semmilyen hatóságtól nem kaptunk ezért a tevékenységért. Ugye most jön a következő kérdés, az, hogy ugye a kormány szóvivő Soros Bérencnek nevez engem. Soha életemben nem találkoztam Soros úrral, nem is támogatott engem se anyagilag, se semmilyen formában. Nem voltam hajlandó, és nem vagyok hajlandó politikai bábú lenni se a jobb és a bal oldalnak. Én civil emberként vettem részt, igen, vannak hibáim, igen, követtem el hibát, elismerem. Akiknek csalódást okoztam ezzel, hogy nekem van egy bűnelkövetői múltam, ami egyetlen egy ítélet, és nem többszörösen elítélt, amit a sajtótájékoztatón 5-6-szor kihangsúlyozott, hogy többszörösen elítélt, az alvilágban elismert ember. Aki ismer, aki csak egyszer is nem volt a Keletibe, az tudja, hogy ez valótlan. Számomra a legmegdöbbentőbb dolog, és ami kellett, hogy ugye ez az interjút elkészítsük, pár nap azért kellett, hogy ezt fel tudjam dolgozni, hogy én elolvastam a kommenteket, ami utána a cikk után lement, hogy olyan mély gyűlölettel vannak irántam emberek, akik nem ismernek, nem hallgattak meg, nem beszéltek velem, nem voltak ott a Keletibe, amikor egy gyerek odajött és éhes, és mondta, hogy 3 napja utaztatják a vonaton, és majdnem elájult, és nekem ezt végig kell nézni. Nem vagyok hajlandó megfutamodni, nem fogom elhagyni Magyarországot, nem vagyok hajlandó félni senkitől se, semmilyen olyan szervezettől, akik amióta ez a cikk megjelent, folyamatosan fenyegetnek. Igen, elismerem azt, hogy annyiban félek, hogy ugye nekem van egy családom, nekem van egy kialakított életem, nekem vannak barátaim, hogy őket mennyiben fogja meghurcolni ez az egész, mert a személyem, azt én tudom, azt a lelkiismeretemmel el tudok számolni. És nagyon fontos az, hogy én 2 embernek hajlok meg, és az én térdem 2 embernek hajlik meg, az az örökkévaló Isten és édesanyám. Senki másnak nem tartozok elszámolással a múltammal kapcsolatban, a jelenemmel. Én nem vagyok közszereplő, én csak egy civil ember vagyok, akit kiragadott a média, és most megpróbál a hatalmon lévő média felhasználni egy negatív szereplőként arra, hogy a média, vagy az önkéntesség szerepét és a menekült kérdésben még jobban kialakítson egy gyűlöletkampányt. Támadható vagy mi valamivel? Én úgy gondolom, hogy ezekben az írásokban, ugye amiben én bűnös vagyok, én ezt elismertem, nagy részben valótlant állítanak, amiért ugye az ügyvédünk és én is megtettük a kezdő lépéseket. A Migration Aid-nek a jogi képviselője is helyreigazítást kér, és ő is meg fogja tenni a jogi lépéseket. Támadható? Mindennel támadhatnak, mert én úgy gondolom, aki le tud hozni egy ilyen cikket, és pár órán belül egy sajtótájékoztatón mocskolnak az egész világ előtt, a családom előtt, a barátaim előtt, akkor úgy gondolom, hogy támadjon, akkor se félek. Kiálltam, elmondtam, igen, hibáztam,
elnézést kérek azoktól, akik csalódtak bennem. Igen, el tudom mondani azt, hogy tiszta lelkiismerettel tudok odaállni bárki elé, és tiszta lelkiismerettel tudom elmondani azt, hogy én soha az életemben nem követtem el menekültekkel szemben semmifajta bűncselekményt. Magyar ember vagyok, vallásos ember vagyok, és nekem a vallás és előírás kötelez arra, hogy aki úton van, vagy aki éhes, enni adjak. Ugye nem szeretnék mártír lenni, nem szeretném úgy beállítani magamat, hogy én egy szent vagyok. De arról beszélnek, hogy én mit követtem el a múltban, de arról nem beszélnek, hogy amióta én hazajöttem Magyarországra január óta, amit bizonyítani tudok, hogy nem most szabadultam börtönből. Bizonyítani tudom azt, hogy amik leírtak vannak a cikkekben, valótlanok, és amióta én hazajöttem Magyarországra, én csak azzal foglalkozom, hogy segítsek és próbáljak segíteni azokon, akik rászorulnak erre. A második cikkben megjelent egy fénykép, ami számomra félelmetes. Egy hölgy, aki velünk a Keletibe segített kint, kiadta magát önkéntesnek és egy újságírónak, aki arról szeretett volna cikkezni, hogy mi mennyiben haladtunk tovább, amióta nincsenek menekültek. És fényképeket készített az én otthonomba, az én engedélyem nélkül jelentetett meg az újság olyan képeket, ahol én vagyok, és mutogatnak, mint egy többszörös gyilkost, és úgy állítanak be egy ország előtt, és az egész világ előtt, mint egy nesztek megmutatom önkéntesek, itt van a ti segítségetek, itt van egy ember, akiben ti hittetek, biztos, hogy ez az ember meggazdagodott, biztos, hogy ez az ember mindent elszedett a menekültektől. Én annyit tudok mondani, hogy a jó Istenre bízom a döntést és a hatóságokra, és itt kérem így médián keresztül, mert ez az egyetlen olyan videóinterjú, amit tudok adni és fogok adni a médiának, hogy ha bármilyen bizonyíték van arra a hatóságoknak, hogy én a migráns kérdésben, vagy amíg itt tartózkodtak a menekültek, bűncselekményt követtem el, akkor én megkérem őket, hozzák nyilvánosságra, indítsanak eljárást, mivel az egész aluljáró be volt kamerázva, és mindenhol, mikor a zónát kijelölték, mindenhol kamerát helyeztek el még pluszban a menekültek biztonsága érdekében, akkor ezeket nézzék vissza. Ha megtaláltak a felvételeken anno egy vélt terroristát, akkor mindenféleképpen úgy gondolom megtalálják azt, hogy én valakitől bármit is elveszek, és én azért pénzt adok. Minden felvételen az van, hogy én adok. Soha nem kértem, és nem is fogadtam el senkitől semmifajta szolgáltatást azért, vagy anyagi szolgáltatást, vagy aranyat, vagy bármit, amit mi adományba kaptunk. Soha. Még egyetlen egyet szeretnék kérni, és ezt magánemberként kérem, hogy vannak azok az emberek, akik folyamatosan mocskolnak, és folyamatosan, ahogy megjelenik egy cikk, ahhoz ők rögtön hozzászólnak, hogy itt van az az ember, aki tönkretette Magyarországot, igen, bűnt követtem el. Nem példa értékű az egy országnak, hogy van egy ember, aki bűnt követett el, egy éve kiáll a hajléktalanokért, a mély szegénységben élőkért, a menekültekért, ételt oszt, segít, sebet kötöz, bármit, amire megkérik, vagy ide jönnek hozzánk, és mi összeszedjük civilek a pénzt a villanyszámlára, vagy összeszedjük a pénzt arra, hogy gáztűz helyett, vagy tüzelőt tudjunk venni. Erről a média miért nem cikkezik? Több oklevelünk van, több olyan elismerő levelünk, több kitüntetést kaptunk,
külföldön, ami bizonyítja azt, hogy mi civilek képesek vagyunk megváltoztatni azt, ami ebben az országban van. Ha én téma vagyok ezeknek az embereknek, és az téma, hogy én mit követtem el, mit fog kell követni, és mik vannak még, ami kiesik csontváz a szekrényből, akkor foglalkozzanak azzal, és megkérem őket, hogy gyűlöljenek, nem számít. Bármit mondhatnak, nem számít. Akkor menjenek ki, és nézzék meg, hogy amióta beállt a hideg, több mint 100 ember, most már 100 ember fölött van azok száma, akik megfagytak az utcán, vagy a saját lakásukba. Ne azzal törődjenek, hogy van egy magánember, és mocskolják egész nap, és a családját, az édesanyját mocskolják Facebookon, és elhordják mindenfajta zsidó kurvának, és elhordanak engem mindenfajta fattyúnak, és mindenfajta bűnelkövetőnek, hanem menjenek ki és segítsenek, mert akkor azokban az emberekben, akik ezt a mocskolódást látják, és lehet most egy büntetésvégrehajtási intézetben él, és kijön, és azt mondja, hogy hát volt egy ember, aki segített, és volt egy ember, aki bűnkövetettel, és segített, és a hálásért a társadalom, és visszafogadta a társadalomba, és most ezt a hadjáratot látja, akkor mennyibe fogja megváltoztatni az ő életét, és mennyire fog visszailleszkedni a társadalomba, és értékes része lenni a társadalomnak. Ennyit szerettem volna. Ha tőled valaki nyár végén ősszel megkérdezi azt, hogy van-e a múltadban valami, amit nem szívesen válasz fel, vagy úgy kérdezem, hogy van-e a múltadban bűnelkövetés? Felvállaltad volna? Természetesen, ahogy lejött ez a cikk, én nem zárkóztam el senki elől, engem nem keresett meg ez a szóvivő úr, amikor megjelent a cikk, 3 órán belül már sajtótájékoztatón lejáratott egy ország előtt, Halász Jánosra gondolok, nagyon nagy tisztelettel üdvözlöm, és köszönöm szépen ezt a lejárató kampányt neki. Én úgy gondolom, hogy úgy lett volna etikás, hogy ez az újságíró nő, aki itt volt, és fényképeket készített az én otthonomban, és látta, hogy én hogy élek, és az asztalnál egy Magyarországon befogadás nyert afgán kislány, aki iskolába jár, annak segít egy pedagógus, hogy be tudjon illeszkedni az iskolába, és ő ezt látta, és utána lehoztak egy ilyen mocskolódó cikket, amiben nem is engedik meg, hogy én nyilatkozzak, vagy megvédjem magamat. Ő az én telefonszámomon hívott föl, a lakcímen hívott föl. Miért nem tudott megkeresni és ennek a valóság alapját, és egy olyan cikket lehozni, amiben nekem is jogom van megvédeni magam azok ellen a mocskos vádak ellen, amiket felhoznak. A riposzt.hu cikk úgy záródik, hogy folytatjuk. Mire számítasz? Megmondom őszintén, ez a riposzt.hu számomra egy ilyen boszorkány üldözés. Üldözik azokat az önkénteseket, üldözik az önkéntesek munkáját. Nekem tiszta lelkiismeretem, bármit előtárhatnak a múltamból. Magyarországon bármilyen mocskot el lehet adni, aminek hírértéke van és pénz jár érte.